Sziasztok, nagyon percek nézők, ez itt az NFL Makogó. Ahogy ígértem, következnek a vasárnapi találkozók. Ugye a csütörtöki mérkőzésen sikerült eltalálnom a Green Bay Packers győzelmét, így a handicapet is, úgyhogy egy nagyon sikeres 1-0-al indítjuk a szezont. Ez persze semmit nem jelent, mert hát természetesen a hét végére még állhatok 1-15-tel is akár, de azért mindenképpen jó érzés volt, hogy egy jó tippel indult el a sorozat. És hát következzenek a vasárnapi ütközetek. Itt előttem egy laptop van, ez nem tudom mennyire látszódik. Itt fogom majd nézegetni a dolgokat, meg a kis jegyzeteimet, amit felírtam a mérkőzésekhez. Az egész videót ilyen kicsit ilyen élőszerűen venném fel, nem nagyon fogok belevágni, úgyhogy most ez egy lehet, hogy egy kicsit hosszabb videó lesz így. A lényeg az, hogy amivel kezdenék, az a vasárnapi 7 órás Jacksonville Jaguars Kansas City Chiefs mérkőzés. Ugye ezt láthatjátok majd a Sport TV-ben, és hiszem a Sport 2-n lesz közvetítve. Faragó Ricsivel együtt ülünk be, tehát egy Chiefs és egy Jaguars rajongó együtt. Nagyon-nagyon nagy élmény lesz, és jelen pillanatban egyébként plusz 3-as handicapje van a Jagsnek, ami egyébként hiszem plusz 4-ről, plusz 4 félről fogadtak le a fogadók. Engem azért meglep, hogy valamelyest a Jaguars oldalára jön be pénz, de kezdjük talán először a mérkőzéssel. Ugye mondtam, hogy a csütörtöki, meg hétfői meccsekre kicsit több időt szánok, azért a vasárnapi mérkőzés adagot azt így picit pörgősebben, gyorsabban szeretném ledarálni. Úgyhogy előjáróban azokról a dolgokról beszélnék, amik a mérkőzést eldönthetik. A mérkőzést eldönthetik például az, hogy a Jaguars védelme mennyire tud majd helytállni egy szenzációs támadósor ellen, ami gyakorlatilag a Kansas City Chiefs az egyik legjobb támadósor az egész NFL-ben. Szerintem ehhez kérdést sem férhet. Az, hogy Tyreek Hill végül is játszhat, az, hogy Williams mellé azért megérkezik egy McCoy futójátékba, az, hogy ott van Kelsey, az, hogy ott van egy Sammy Watkins, akiről szerintem viszonylag kevesen beszélnek ebben a triumvirátusban vagy quartetben, kiegészítve egy szenzációs Patrick Mahomes-zal, nem kérdés, hogy a Chiefs az idei szezonban is a legtöbb pontot vagy akörül fog teljesíteni az egész NFL-ben. És hát értelemszerűen a Jaguars védelme szeretne visszatérni a két évvel ezelőtti formához. Ehhez van egy szenzációs pass rush, ami kiegészült ugye Josh Allennel, ott van Yannick Ngakoue, ott van Calais Campbell, de még mindig a secondary fog múlni minden. És hogyha Jalen Ramsey és AJ Bouye le tudja venni a pályáról Hillt és Watkins-t, akkor valószínűleg csak és kizárólag Kelsey tud majd kárt tenni a Jaguars védelme ellen. A tip az egy picit így a szívemhez húz, de hogy itt még a szezon előtt engedjétek meg. Én azt mondom, hogy a Jaguars megnyerheti ezt a mérkőzést, és a tippem természetesen a handicap oldalán a plusz 3 lesz. Minden esélye megvan a Chiefsnek, hogy idegenbeli sikert arassanak az első héten, de szerintem valahol a Jaguars támadósora alul van értékelve, és nem azt mondom, hogy túl kell értékelni Nick Foles-t, meg Leonard Fournette-nek azt a 3,3 yardját, amit tavaly átlagolt, de szerintem azért valamelyest upgrade lesz a Jaguars támadósora, és szerintem egy kicsit ilyen szezon elejei hullámban lesz még a Chiefs támadósora, úgyhogy én egy ilyen valamelyest meglepő, de alacsony pontszámú meccset várok, ahol ilyen 20-17-re, vagy 17-14-re nyerhet a Jags. Ez nyilván már a fél időben bedőlhet, hogyha a Chiefs felpakol 30 pontot, benne van a pakliban, de itt még hazahúz a szívem a szezon elején. A Vikings és a Falcons mérkőzése következik. Egy olyan találkozó, amit a Trash Talkban csak annyit említettem rá, hogy mindkét csapatról sok minden ki fog derülni, mert mindkét csapat körül szerintem általánosságban elmondható, hogy olyan vélemények vannak, hogy a csoportjukban se feltétlenül a legerősebb csapat, és én viszont úgy gondolom, hogy mind a két csapatnak megvan az esélye, hogy megnyerje a csoportját, úgyhogy azért is lesz ez egy pikáns ütközet, mert láttuk a Bears-t, láttuk a Packers-t a nyitó mérkőzésen, és a Vikings drukkerek szerintem azért elégedetten csettintettek a két támadó játék láttán. A Falcons védelmében visszatér egy-két kulcsfigura, többek közt például Deion Jones, aki mindennek az eleje. Imádom azt, hogy Grady Jarrett visszatér, ott lesz Claiborne, ott lesz Beasley. A secondary-ben gyakorlatilag nem volt már egészséges játékos a Falconsnál a szezon második felében,
És hát nem lesz azért könnyű dolgok, hiszen ugye Adam Thielen és Stefan Diggs személyében gyakorlatilag az egész NFL legjobb elkapó duóját kell őrizni. Ami jó hír a Falconsnak, hogyha nem is a legjobb elkapó duó, de a legjobb elkapó trió az ő oldalukon van, hiszen Julio Jones, Calvin Ridley és Mohamed Sanu személyében azért egy egészséges elkapó trióval rendelkeznek. Devante Freeman-től egy icipicit tartok, szerintem az, hogy azért elég sokat kijött a tavalyi szezonban, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy idén garantáltan 5 yardot fog átlagolni futásonként. Coleman-t ugye elvesztették a 49ers-be. Sok múlik majd a támadó falakon, és amíg a Vikingsnál azt érzem, hogy kellően nem lett megerősítve a fal, addig azért a Falcons próbál törődni azzal, hogy összerakjanak egy egészséges falat Matt Ryan elé. Úgyhogy meglepetésre itt is az underdogot vinném, az Atlanta Falcons győzelmét és a plusz 4-et tippelném meg. Tudom, hogy ez kicsit erős, hogy 2-2 underdog, de szerintem a Falconsnak megvan az esély, hogy idegenben nyerjen. És ez nem azt jelenti, hogy a Vikingsot leírnám, szerintem hosszú távon ők egy nagyon jó csapat lesznek, 9-10 győzelmet tudok jósolni melléjük, de a Falcons támadó sora szerintem termelni fogja a pontokat, cserébe a védelem nem lesz annyira katasztrofális, mint a tavalyi szezonban. Következő mérkőzésük a Miami Dolphins Baltimore Ravens match, ami ha jól tudom végül is most már le lesz játszva, ugye az első hírek szerint benne volt a pakliban, hogy azt hiszem Dorian nevű hurrikán miatt a mérkőzés elmaradt. Egyébként minden olyan csapat, aki Florida, meg Carolina, meg aki ott a közelben van, az hazai pályán játszik a hétvégén, tehát ugye a Panthers is, a Buccaneers is, természetesen a Dolphins is, és a Jaguars is, tehát akit veszélyeztethetett a hurrikán, az be volt ide tervezve, de úgy néz ki, hogy nem lesz semmi probléma. A Dolphins egyértelműen tankolni kíván ebben a szezonban, tehát azzal, hogy Laramie Tunzel lecserélve, azzal, hogy Kenny Stills lecserélve, azzal, hogy Ryan Fitzpatrick ki lett nevezve a kezdő irányítónak, véleményem szerint némileg azt mutatják, hogy ebben a szezonban benne van az, hogy 2-14-jel végeznek. Picit féltem Lamar Jackson-t az idegenbeli nyitómeccstől, de azért a támadó sora az fejlődőképes, és nem feltétlenül kell végig egy támadóorientált, vagy egy futóorientált támadójátékot látnunk a Ravens-től. Azért ott van Andrews, aki egy szerintem nagyon pofás tight endje lehet a ligának. Érkezett Justice Hill, érkezett Miles Boykin. Érzésem szerint a Ravens az rendben lesz a támadó oldalon. Védelemben ugye jó a kérdés, hogy mondjuk egy CJ Mosley-t hogyan lehet pótolni, de azért valamelyes szerintem lehet, és tradicionálisan megszokható módon szerintem a Ravensnek nem lesz rossz védelme, és egyáltalán nem aggódok attól, hogy probléma lenne mondjuk például az Adair Smithnek vagy Mosley-nek a távozása. Úgyhogy érzésem szerint a Ravens... Az kiskutyám. Érzésem szerint a Ravens a mérkőzést megnyeri, viszont ezt a 6,5 pontot, Vini, ezt a 6,5 pontot az kis vendégszereplést kaptunk, a 6,5 pontot érzésem szerint csinálsz vele valamit? Köszi. A 6,5 pontot a Miami Dolphins érzésem szerint hozni fogja. Ez azt jelenti, hogy egy touchdownon belül lesznek. Valamiért azt érzem, hogy mondjuk ilyen 10 ponttal vezet majd a Ravens, és akkor az utolsó percekben Fitzpatrick csinál egy touchdown drive-ot, vagy mondjuk úgy, hogy 10 másodperc marad, és akkor mondjuk visszajönnek 3-ra, vagy 11-ről visszajönnek 4-re, 5-re, és próbálnak mondjuk megcsinálni egy 2 pontost, vagy 3 pont legyen, valami ilyesmit érzek, szerintem a Ravens nyerni fog, de a Dolphins oldalára tenném a covert hazai pályán. A New York Jets és a Buffalo Bills mérkőzése következik. Érdekes módon a Jets nem kapja meg a teljes 3 pontot, amit a hazai pályára oda szoktak adni, hanem ugye a Bills plusz 2,5 jelen pillanatban, ugye ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Bills egy icipicit erősebb csapatnak tartják, mint a Jetset. A tavalyi mérleg alapján ez úgy gondolom, hogy helytálló is lehetne, hiszen a Jets ahhoz képest, hogy kezdte a szezont. Ugye a Detroit Lions ellen tavaly egy kiütéses sikerrel utána azért bőven visszaestek. Megmondom őszintén, hogy számomra a Jets az erősebb csapat. És Darnoldba
várom a fejlődést, ugye 4 darab irányító van az NFL történetében, aki az újonc szezonjában több interception dobott, mint Sam Darnold. Elway, Peyton Manning, Newton és Luck. Ez a 4-es, akik mind a 4-en ráadásul 1/1-esek voltak. Én úgy érzem, hogy attól, hogy Darnold ennyi picket dobott az első szezonjában, még nem kell őt leírni. Tetszik a támadó sor, hogy azért Le'Veon Bell le tud venni róla terhet, nem csak azt kell nézni, hogy az elkapókkal mit kezd. Azért ott van egy Robbie Anderson, azért ott van egy Quincy Enunwa. Nekem tetszik a Jets támadó sora. És hát értelemszerűen ugye a védelemben is érkezett erősítés ugye a már említett Mosley személyében. A secondary-vel annyira nem vagyok megelégedve, de szerintem Josh ellen elég lehet ez a Jets secondary. Az más kérdés, hogy ugye a Bills oldalán van a jobb secondary, meg egy olyan védelem, amire szerintem bátran ki lehet jelenteni, hogy top 10-es, hogyha nagyon merész akarok lenni, akár top 5-ös is tud lenni szerintem a Bills védelme. Egy nagyon-nagyon szépen összerakott védelemről van szó. Viszont nekem Josh Allen túl sok hibával játszik, és ugyanaz lehet majd a probléma, mint ami Trubisky-nál volt a nyitó mérkőzésen, hogy nem tud haladni előre a Buffalo Bills. Ugye Devin Singletary-t mondtam véletlenül a Bears-es videóban, ahol ugye Montgomery helyett mondtam Singletary nevét, és Singletary meg ráadásul Bears legenda is, de a lényeg az, hogy Devin Singletary játékára nagyon kíváncsi vagyok, az, hogy bátran kipaterolták McCoyt, látva, hogy Singletary mire képes, az jókat jelenthet, de itt az első fordulóban én a Jets-et mondanám, aztán könnyen lehet, hogy majd a visszavágó meg majd tök bátran mondom azt, hogy a Bills fog nyerni, de a tippem a Jets és a 2,5 pontos handicapjük. A Carolina Panthers és a Los Angeles Rams mérkőzésével folytatnánk. Ez a handicap, ez olyan -3 volt még az előszezonban, amikor kijött, hogy Cam Newton játéka nem biztos. Ez most visszament -1/2, tehát a Panthers oldalára érkezik be pénz. Engem valamelyest meglep, mert a hírek szerint Newton nem lesz 100%-os, ugye volt egy vállműtétje, fáj a válla, igazából az egész teste fáj, nyilván attól a játéktól, amit ő képvisel, az annyira nem is meglepetés. Picit félek attól, hogy megint McCaffrey az, aki itt bármelyest tudja mozgatni a labdát ebben a támadójátékban. Én nem látom azt, hogy a Panthers passzjátéka DJ Moore-ral, meg Curtis Samuel-lel egy olyan támadójáték lenne, amit mondjuk az első felébe sorolnék az NFL-nek. Azt ugye tudjuk, hogy Peters és Talib személyében van 2 olyan cornerback a Ramsnek, akik nagy nevűek, de a teljesítményük szerintem már nem feltétlenül van ott, amit a nevük diktálna. Ugye LaMarcus Joynert elvesztette a Rams, Taylor Rapp van most berajzolva a kezdő safety pozíció, ugye John Johnson másik oldalára, de amíg megvan ez az Aaron Donald, Dante Fowler, Michael Brockers trió gyakorlatilag a védőfalban, addig én nem nagyon féltem a Rams védelmét, kiegészülve, hogy Eric Weddle-lel szerintem ez egy csinos védelem lehet. A támadó játékban ugye Cooper Kupp-nak a hiányát emeltem még ki a trestokba, szerintem a Rams támadósora egészen félelmetes, hogyha Kupp is ott van. Ugye a Super Bowl-ban ezt nyilván nem láttuk, de összességében azért Woods-zal, Cooks-zal, Gurley-vel, a frissen szerződést kapott Everett-tel van azért jó sok célpontja Goff-nak. A kérdés az, hogyan lesz megvédve, hiszen a Ramsnek a támadó fala az Achilles in ebben a csapatban. De érzésem szerint a Gurley vissza tud térni a formájába, ami mondjuk a sérülés előtt volt, és ez a Cooks, Kupp, Woods elkapott trió pedig egészen parádés. Gufftól értelemszerűen várok némi előrelépést továbbra is. Én szeretném, hogyha az év végén az MVP esélyesek közébe tudnánk őt emelni, és hogyha úgy tudnánk róla beszélni. Tetszik a Rams, tetszik az, hogy idegenben egy győzelemmel kezdjenek, még akkor is, hogyha tavaly szezonban rengeteg meccsen játszottak szoros meccset, volt egy-két olyan mérkőzésük, amit nem nekik kellett volna megnyerniük, de a szerencse az ő oldalukon volt. A Panthers pedig lehet egy kemény ellenfél, de itt az első héten a Rams-t
és a mínusz más felett választom. 7 órás meccsek közül jön a Cleveland Browns és a Tennessee Titans ütközete. Hát a Brownsnál ugye jól tudjuk, hogy soha nem volt nagyobb hype a csapat körül. Noha utoljára akkor voltak 50% felett, amikor még George W. Bush volt az Egyesült Államok elnöke, azért ez nem most volt. Ettől függetlenül azért valamelyest jogosnak érzem a hype-ot. Már egy Odell Beckham érkezése azért azt mondatná, hogy a nagy gondok nem lesznek a Browns-zal kapcsolatban. Mayfieldnek a fejlődése, ahogy Goffnál említettem, várható, és nála talán még drasztikusabb felemelkedés lesz. És hát valljuk, hogy azért a védelem oldalán sem szabad megfeledkezni a Browns-ról. Miles Garrettnek szintén, ahogy Mayfield említettem, fejlődnie kell még, és valószínűleg a liga top passzsietetői között lesz. Az, hogy jött egy Sheldon Richardson, az, hogy érkezett egy Olivier Vernon, mind-mind azt mutatják, hogy félelmetesnek kell lennie a clevelandi passzsietetésnek. Fiatal, de nagyon-nagyon tehetséges secondary van, úgyhogy én nem félek attól, hogy a Browns bármilyen oldalon is gyenge lenne. Most már az edzői stábban is változások történtek, de érzésem szerint a Mayfield-Beckham duo az egy nagyon működőképes, akár az egész NFL legtehetségesebb irányító elkapó párosa lehet, nem feltétlenül idén, de az elkövetkezendő években mindenképpen. A Titansnél ugye kulcs hiányzó lesz majd Taylor Lewan, a baloldali tackle, Dennis Kelly fogja majd őt pótolni, Marcus Mariotánál pedig hát jól tudjuk, hogy kicsit véges az, amit ő képes a pályán csinálni. Én szeretném azt, hogy ő is mutasson valamit, hogy bebizonyítsa, hogy miért volt egy egykori 1/2-es, de egyre jobban úgy tűnik, hogy Mariotánál tudjuk, mire képes, és ezt fogjuk látni tőle. Úgyhogy a Titans védelme lehet az, aki ezt a meccset valamelyest megpróbálja befolyásolni. Én úgy érzem, hogy egy hazai nyitón, egy ennyire felspanolt, felhypolt közönség előtt a Browns az bemutathat egy kiütést, és egy ilyen 38-10-es kiütésre is látom őket. Lehet, hogy szorosabb meccs lesz, azért a Titans képes arra, hogy egy ilyen kicsit rusnyább, alacsony pontszámú védő meccset hozzon ki, és rákényszerítse a Browns-t arra, hogy ne pakoljanak fel pontokat, ráadásul a Titans ugye képes az órát is ölni Derrick Henryvel. Ettől függetlenül a Browns győzelmét jósolom, és a mínusz 5 fél, ami jelenleg a handicapjük, az egy szerintem egy olyan szám, amiben benne van a cover, én látok legalább egy touchdown különbséget. Az Eagles és a Redskins mérkőzés az utolsó 7 órás mérkőzés. Bevallom őszintén, hogy én ugye nagyon támogatom azt, hogyha egy első körben draftolt irányító egyből kezd, még akkor is, hogyha Mahomes-a bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül kell ennek megtörténnie. Ettől függetlenül sajnálom, hogy nem Haskins, hanem Keenum lesz majd a Redskins irányítója. A támadó oldalon túl sok jót nem jósolok a Redskinsnek a teljes szezonban. Tehát ugye a támadó falban az, hogy Eric Flowers be lett tolva left guardba, az, hogy Donald Penn visszajött gyakorlatilag a visszavonulásból 2 héttel ezelőtt, hogy a kezdő left tackle legyen, az, hogy nincs egy olyan elkapó, akire azt mondaná, hogy na igen, ő egy első számú elkapó a teljes Redskinsben, az, hogy 3 futót szeretnének rotálni, ugye Geis valamelyest szinte biztosan a legtöbb labdát kapja, de ugye ott van Peterson, Chris Thompson pedig valószínűleg a passz szituációkban föl lesz. Sok jót nem tudok jósolni a Redskinsnek a támadó oldalon. A védő oldalon szerintem azért vannak itt olyan nevek, akik viszont mérkőzéseket tudnak megváltoztatni. Kezdve Josh Normannel, folytatva Landon Collins-szal, ott van Kerrigan. Én a Redskinsnek a védő egységét, megmondom őszintén, lehet, hogy egy picit túl is értékelem. Szerintem az Eaglesnek lehet gondja a labda mozgatásával. Nyilván azért egy nagyon egészséges támadófal és egy egészséges Carson Wentz azért fogja tudni mozgatni a labdát. Jackson, Jeffrey és Aguilar hármasa szerintem olyan elkapó trió, ami sok irányítónak a kedvére lenne, kiegészítve elég egyik legjobb tight endjével, ugye Zach Ertz-el. Nyerni fog az Eagles, soknak találom viszont 10 pontot, úgyhogy a hazai győzelmet bevésem, de szerintem egy touchdown különbség lesz, és a vártnál szorosabb lesz ez a találkozó. A plusz 10 a Redskins oldala tetszik
ezen a mérkőzésen. Ha az Eagles kiütéssel nyer, de egy csoport találkozón a nyitó héten én nem szeretnék mínusz 10-et mondani nekik. 10 órás meccsek között a Seahawks és a Bengals mérkőzésével kezdünk, szerintem ez lesz a teljes forduló legnagyobb kiütése. A Bengals, hát hogyha a rossz támadó falakról beszéltünk, tehát akkor a szegény Cincinnati Bengals mit mondjan és Andy Dalton, ha harmadik számú left tackle fog kezdeni, ha minden igaz, tehát most már ugye annyi kieső van a Bengals falában is, hogy nem tudnak egyszerűen egy alapból sem acélos támadó fal folyamatos sérülések miatt egyre gyengébb. André Smith lesz a baloldali tackle, aki megpróbálja védeni majd Andy Daltont, és hát valamelyik PFF-es szakértő írta ki, hogy RIP Andy Dalton. Nem látom azt, hogy sok ideje lenne majd passzolni, főleg úgy, hogy Clowney csatlakozott a Seattle-i passziettetők közé. Ott van Ziggy Ansah, érkezett Ray Flowers cornerbacknek, aki szerintem szintén az első pillanatok kezdve megerősíti ezt a védelmet, kiegészítve egy Bobby Wagnerrel, aki az egész liga legjobb linebackere. Ez a Seahawks védelem szerintem nagyon alul van értékelve. Szerintem nagyon-nagyon jó lesz a Seahawks védelme. A támadó oldalon azért várnék még, és rendben van, hogy DK Metcalf óriási darab elkapó, meg nyilván ott van egy Tyler Lockett, de nem érzem úgy, hogy azért Russell Wilson nagyon ki lenne segítve. Carson azért értelemszerűen egy berobbant futó lett a tavalyi szezonban, aki idén is termelni fogja a yardokat, de azért lehet, hogy probléma lesz, és Wilsonnak megint valamelyest menekülnie kell majd. Az biztos, hogy azért Dwayne Brown valamelyest megerősítette ezt a támadó falat, mikor ugye átjött a Texansból, de nem az a támadó fal, ami mögött bármely irányító nyugodt lenne, és ha nem lenne ennyire mobilis Russell Wilson, akkor szerintem azért lennének problémái. A Seahawks győzelmét jósolom, és a mínusz 9 fél jelen pillanatban handicap, én azt mondom, hogy ezt meg tudja csinálni a Seahawks. A Bengals benne van, hogy a legrosszabb csapat lesz az NFL-ben. Attól függetlenül, hogy azért AJ Green egy fantasztikus elkapó, én nem tudom, hogy a jelen pillanatban is egészségügyi problémái vannak. Én nem tudom, hogy a Bengals mind védő, mind támadó oldalon mit fog tudni felmutatni, hogy főleg egy ilyen divízióban, ahol azért 6 meccset kell majd játszani a Steelers-szel, a Ravens-szel és a Browns-szel, mit fognak tudni összehozni. Chargers-Colts a következő mérkőzésünk. Igazából, mint említettem most már több platformon, én szépen szólva sem vagyok a Jacoby Brissett bandwagonon rajta, és én nem gondolom úgy, hogy attól, hogy Andrew Luck helyett ő fog kezdeni, attól függetlenül a Coltsnál semmi nem fog változni. Szerintem igenis változni fog a Coltsnál elég sok minden, és akik azt mondják, hogy rendben van, Brissett ott volt az edzőtáborban, meg ismeri a playbookot, meg ismeri az elkapókat, attól függetlenül nem lesz Andrew Luck szintjén ez az Indianapolis Colts. 6-7 győzelmet jósolok nekik. Ha rám száfol Brissett, akkor majd ebben a videósorozatban fogom elmondani, hogy mekkorát tévedtem. Hát érkezett egy Devin Funchess, kiegészíti majd valamelyest T.Y. Hilton-t. Ugye tavaly láttuk, hogy rengeteg tight end-del dolgozott a Colts, és ugye a Red Zone-ban is ugye Eric Ebron volt például ugye a kedvenc célpont. A támadó falat ugye évről évre, darabról darabra nagyon szépen megerősítették. A Chargers-en ugye ráadásul vannak problémák, ugye Eckler fog kezdeni, míg Gordonnal nem tudnak megállapodni, Derwin James ki van esve, de ettől függetlenül azért ez a támadósor még mindig fantasztikus. Ugye Russell Okung nem fog játszani a baloldali tackle, Trent Scott fog a helyén kezdeni, ami azért valamelyest jelenthet majd problémákat reverse megvédésében, de azért amikor arra gondolok, hogy ott van Keenan Allen, ott van egy Hunter Henry, és azért Eckler-t is láttuk, hogy azért tud ficánkolni, akkor én nem aggódok attól, hogy a Chargers támadó egysége bármennyire is visszaesne. Akire a védő oldalon figyelni kell, az természetesen Darius Leonard lesz majd a Coltsnál, aki nagyon szépen robbant be. Érdekel, hogy mire megy a Colts Luck nélkül, és szerintem a védelemben tudják is majd tartani a Chargers-t, pantokra kényszeríteni őket, akár labdákat fognak lopni, de szerintem a Brissett vezette támadósor nem tud majd meccsben maradni reverse-ék ellen. Úgyhogy a tippem a Chargers győzelme, a plusz 6,5
azt tetszik a Colts oldalán, szerintem lehet ebből egy szoros mérkőzés, és nem lesz kiütés, úgyhogy azt mondom, hogy nem lesz egy társadalmi különbség, a Colts 6,5 pontját szeretném elvinni. Cardinals-Lions a következő mérkőzésünk. Erről szeretnék a legkevesebbet beszélni. Érdekel, hogy mit csinál Kyler Murray az első meccsén. Érdekel, hogy a Lions mit tervez ezzel a sok tight enddel. Ugye értelemszerűen egy TJ Hockenson érkezése vezeti majd itt a sort a tight endeknél. Alapvetően a Galladay, Jones, Amendola elkapó hármas, az egy olyan elkapó hármas, ami szerintem rendben van. És még Kerryon Johnsont is egy olyan futónak tartom, akiben abszolút benne van a potenciál, és valahogy ránézek erre a Lions támadósorra, ezekkel a jól hangzó, jól csengő nevekkel, és így nem, egyszerűen nem látom. A támadófal értelemszerűen problémás, nem szoktak jól utazni. Tehát ez az, ami rá lehet húzni a Lions támadófalára, hogy idegenben egyszerűen képtelenek megvédeni Staffordot. Fogalmam sincs, hogy itt kitippelek. Az az igazság, hogy látva Murray-t, látva azt, hogy azért ott sincs a leglenyűgözőbb támadófal, hogy egy Crabtree-t kell felszedni, hogy egyáltalán egy valamelyest pofásnak tűnő elkapó gárdát kirakjanak, azzal nekem az az érzésem, hogy a passzjáték nem nagyon fog működni. Fitzgerald már nem egy mai srác, attól függetlenül azért ő rutinból fog tudni hozni yardokat. David Johnsonnál ugye ki kell nyitni egy picit a playbookot, ő is képes passz elkapásra és azokból yard termelésre, de ugye az elmúlt években azt láthattuk, hogy csak és kizárólag középen próbálták futtatni, pedig ő lehet, hogy a széleken sokkal jobban tudna különböző stretch meg counter típusú futásokból. Rutintalanság miatt én a Detroitot mondom, szerintem Murray az első meccsén kicsit felsülhet, alapvetően ugye Kingsbury, mint újonc edző, még nem tudom, hogy NFL ready-e, és sose egy jó előjel, hogyha úgy lesz egy NFL edző, hogy az NCAA csapatodból kirúgnak és neveznek ki az NFL-be. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Lions a nyitó héten nyer, aztán azért a Cardinalsnak lesz egy 4-5 győzelme, mert azért ők sem a legkönnyebb csoportban vannak. Ha nyer a Cardinals itt, akkor én azt mondom, hogy ez egy igen nyerhető mérkőzés számukra, természetesen főleg hazai pályán, de a Lions-t tartom annyira átlagosnak, közepesnek, hogy legyőzzék az újonc irányítót. Dallas Cowboys, New York Giants, ezt a mérkőzést fogjuk közvetíteni a Sport 2-n majd Sanyival. A Cowboys oldalán ki kell emelni azt, hogy örömteli hír, hogy Zeke Elliott hosszabbított. Ugye Prescottra még várunk, de ugye ő kevésbé sztrájkol, mint Elliott. Alapvetően az, hogy érkezett egy Randall Cobb az alapból, elég jónak tűnő a Mary Cooper, Michael Gallup elkapó duó mellé, az remek hír Prescottnak. Az, hogy Jason Witten egy év szakkommentálás után úgy gondolta, hogy ő visszatér és a kezdő tight end lesz, szintén egy fantasztikus hír. A Giantsnél pedig egyszerűen nem tudom megérteni, és nem is fogom megérteni, és lehet, hogy az egész mérkőzésen erről fogok panaszkodni majd a kommentátor állásról, hogy kezdhet Eli Manning még mindig 2019-ben, főleg úgy, hogyha a hatodik helyen draftolsz irányítót, ugye Daniel Jones személyében. Golden Tate el lesz tiltva, ami további problémát jelent a támadósornak. Értelemszerűen Saquon Barkley-ről kell szólnia mindennek, de amikor arra gondolok, hogy ott van Jalen Smith, amikor arra gondolok, hogy ott van Leighton Van Der Esch, akkor nem aggódok attól, hogy nagyon-nagyon ficánkolhat majd Barkley. Szerintem a Cowboys védelme képes lehet egy számjegyű ponton tartani ezt a Giants-et, bennük pedig azért látok annyi potenciált, hogy mondjuk egy 24-24 pontot felpakoljanak majd, úgyhogy egy Cowboys győzelmet és egy mínusz 7 pontos handicapet szeretnék kérni erre a mérkőzésre. A leg 50-50-ebb találkozó az egész héten, ami ugye az odds-okon is látszik, a Tampa Bay Buccaneers és a San Francisco 49ers ütközete, ugye jelen pillanatban mínusz 1 a Buccaneers és plusz 1 a 49ers, az egész héten pikem volt, tehát bocsánat, mind a két csapat mert ugyanannyi odds volt, aki akarta valamelyik csapatot elvinni.
Attól, hogy megérkezett Bruce Arians, én nem gondolom úgy, hogy ha James Winstonból hirtelen egy top 5 irányító válik majd a Buccaneersben, és én picit tartok attól, hogy a Buccaneers most valamelyest a külföldi médiában kapott egy lendületet, én egyszerűen nem tudom megérteni, hogy mi miatt. Tehát én nem, ha ránézek a védelemre, ha ránézek a támadósorra, érkezett Vita Vea, érkezett Damakang Su, valamelyest meg lett erősítve ez a védőfal, de hogyha a secondary-re gondolok, ha linebacker sorra gondolok, ha a támadó falra gondolok, van egy Marpet, meg van egy Dotson, de hogyha a másik három játékos nézem, én nem feltétlenül tartom úgy, hogy van olyan szegmense a játéknak, amiben a Buccaneers mondjuk top 10-ben van. Most már azt se lehet mondani, hogy az elkapó soruk top 10-es lenne azzal, hogy Jackson lelépett, Mike Evans fantasztikus, de ő egyedül nem, tehát egy fecske nem fog nyarat csinálni, a futójátékuk évek óta döcög, és mondom, Winstonban még mindig látok egy olyan évet, hogy több interception-t fog dobni, mint touchdown-t, ami nyilván nem a legreálisabb dolog, de belelátom az emberbe. Úgyhogy én félek ettől, hogy a Buccaneers is egy négy győzelmes csapat lesz, és főleg megint a csoportra kell visszautalnom, hogy ezért a Panthers, Saints, Falcons trió ellen 6 meccset játszani nem lesz egy leányállam számukra. A 49ers-t vinném el erre a meccsre. Tudom, hogy Garoppolo se tűnt a legszebbnek és legjobbnak az előszezonban, de úgy érzem, hogy a 49ers oldalán azért látunk majd jó dolgokat. Sok pontot fognak szerintem termelni, a védő oldalon lesznek gondok, főleg a labdaszerzésekkel volt gondjuk a tavalyi szezonban, de szerintem a 49ers itt az első héten majd nyer egy olyan meccset, ahol mindenki azt mondja, hogy wow, a 49ers, róluk el is feledkeztünk, ők is mire lehetnek majd képesek, aztán lehet, hogy majd szép lassan leépülnek. Sunday night mérkőzés, Patriots, Steelers. Tudom, hogy talán a legtöbb néző azt várja, hogy erről a meccsről beszéljek a legtöbbet. Alapvetően mind a két csapatról azt gondolom, hogy nagyon jók, de mind a két csapatnál elmondanám azt, hogy szerintem tavalyhoz képest gyengülni fognak. Ez így szerintem reális. Brady. Na de meddig Brady? 42 éves, minden irányítónál eljön a kor, hogy picit lefele indul. Nála 5 éve mondjuk, hogy lassan el kell kezdeni lefele indulni, de még mindig nem tette meg. Bekarikázzuk úgy, hogy simán megint az NFL elit irányítói között lesz, miközben a legjobb elkapója Julian Edelman és Josh Gordon. Az, hogy Gronkowski nem lesz ott vészmegoldásnak, nem a legjobb jel. Sonny Michel szerintem lehet, hogy akkora szerepet kaphat az idei szezonban, ami picit majd tehermentesítheti Brady-t. Nekem komolyan az az érzésem, hogy egy olyan futójátékot fogunk látni a Petsztől, amit nagyon régen nem láttunk. A Steelersnél aggódok Roethlisbergerért, ugyanazok miatt az okok miatt, amiért Bradyért is. Tavaly szezonban voltak olyan mérkőzéseiben Roethlisbergernek, hogy ujjúj, itt ebből már nincs sok hátra, és annak ellenére, hogy passzolt, nem tudom, 5000 akárhány száz yardot, tehát ez nem arról volt szó, hogy nem jöttek volna yardok, csak amikor egy meccsen passzoltatják mondjuk 55 kötőjel 60 alkalommal, akkor értelemszerűen jönnek a yardok. Smith-Schuster szerintem lehet első számú elkapó Antonio Brown távozása után, de mellé valakinek fel kell lépnie, és nem tudom, hogy Dante Moncrief lesz-e az illető, vagy épp James Washington, aki egy nagyon-nagyon csúnya és rossz első szezont mutatott be. Szerintem a Patriots, aki évek óta dominálja a Steelers-t, évek óta, lassan évtizedek óta dominálja a Steelers-t, megnyeri a nyitó mérkőzést, a vártnál viszont szorosabban. Én úgy gondolom, hogy a Steelers egy labdán belül lesz, és akár támadhatnak mondjuk 3 pontos hátránynál a győzelemért, aztán valami majd történik, egy Roethlisberger fumble, egy pick, valami ilyesmit jósolok. Patriots győzelmet mondok, de a Steelers 5,5 pontja, amit szeretnék kérni a találkozóra. Ennyi lett volna a vasárnapi menü. A maradék két mérkőzésről, tehát a Monday Night mérkőzésekről külön videó fog érkezni a holnapi nap során. Ott fogok majd beszélgetni a Saints, Texans és a Raiders, Broncos meccsekről.
kommentben írjátok meg a véleményeteket, írjátok le a tippjeiteket, mivel értetek egyet nagyon, mivel nagyon nem értetek egyet, melyek azok a meccsek, amikre ti is szívesen fogadnátok, és hogy összességében mennyire tetszett ez a videó. Lájkoljatok, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban, és természetesen ne felejtsétek el nézni a Sporttelevízió által közvetített három találkozót, úgyhogy találkozunk majd este. Sziasztok!